Ismét futókkal népesült be a Pécs-Pogány repülőtér szombat este. 7. alkalommal rendezték meg az éjszakai félmaratont, melyen nem csak egyénileg, hanem váltóban is teljesíthették a futók a 21,1 kilométert, de rövidebb távokra is lehetett nevezni. Azért különleges, mert éjszaka futunk repülőtéren. Ha jól tudom, akkor van más olyan repülőtéri futás, ahol versenyt szerveznek, viszont éjszaka talán nem volt eddig. Most Kalocsa mellett van egy kezdeményezés egy pár éve, de ezen a kettőn kívül más nem is jönnek, úgyhogy igazából azért különleges, mert egy olyan pályán futhatsz, ahol ugye máskor nem engednek be embereket, és nagyon jó a tempó szempontjából, mert sík. És már nincs ez, mert szintemekre, és nagyon jó egyéni csúcsokat lehet futni, egyébként elképesztő jó idők szoktak itt születni. Idén is több százan álltak rajthoz a Futa Pécsese és a Futa Földese közös éjszakai repülőtéri versenyén. Most a váltót választottam, mert nem készültem annyira fel a félmaratonra, már kétszer lefutottam a félmaraton, de most annyira nem készültem fel. Voltak olyanok is, akik éppen Baranyában nyaraltak, és úgy döntöttek, hogy részt vesznek ezen a különleges versenyen. Adriennék Budapestről érkeztek. Nem voltunk még ezen a versenyen, most mi a Frínára jöttünk. Ugye itt én vagyok inkább a futó, de most jelen pillanatban itt a betegség, meg minden után, most így még a félmaratont azt nem vállaltuk be, úgyhogy, de aztán ki tudja, itt a Frínában ugye 3,5-21-ig bármi lehet. A kifutó pályakört alig több mint negyed óra alatt futotta le a leggyorsabb sportoló, a félmaratont pedig kevesebb, mint másfél óra alatt teljesítette mind a férfi, mind pedig a női győztes, azaz Nagy Viktor és Dr. Bátai Réka.